Egy 15 hektáros almáskertben járunk Kótajban, amely éppen biogazdálkodásra áll át, és ennek megfelelően történik a permetezés is. A gyenge tél miatt kevésbé pusztultak el a kártevők és a kórokozók, ezért kiemelten fontos a megfelelő időben megfelelő szerrel végzett tavaszi lemosó permetezés. Egy magas olajtartalmú lemosó permetezést végzünk, ami a kártevőket, illetve egyéb gombabetegségeket tudja írtani, gyéríteni. Gyakorlatilag még egy kis rész van hozzáadva. Ugye ökológiai gazdálkodásban elég szűk az a szercsoport, amit lehet használni. Gyakorlatilag ez megy most egy bőlé mennyiséggel. A lemosó permetezések idén már másfél héttel ezelőtt megkezdődtek. A megfelelő időpont kiválasztása a fák fenológiai, vagyis fejlettségi állapotától függően történik. A legoptimálisabb a rügypattanás előtti állapot. A lemosó permetezés után április elején tovább folytatódnak a növényvédelmi munkálatok. Elég szűk a szerhasználati kör. Folyamatosan rezes, kéntartalmú szerekkel tudunk permetezni, illetve tavasszal elég jelentős lehet a kártevők megjelenése, ezek ellen is speciális szerek alkalmazhatók elsősorban. Ez nyilván az időjárástól, évjárattól függ, de valószínű ezeket folyamatosan. Igyekezzünk a lemosó permetezést a rügypattanáshoz legközelebbi időpontra időzíteni. A lemosó permetezést lehetőleg száraz, fagymentes, szélcsendes időben végezzük. Ezáltal csökkenthető a szerek elsodródásának veszélye, és fokozható a készítmény megtapadásának esélye. Mivel a lemosó permetező szerek kontakthatásúak, így különösen ügyeljünk a megfelelő borítottság elérésére.